A világ újrateremtése minél több ember részvételével. Egyáltalán a posztmodern kor teremtő emberi cselekvései, de most már olyan módon, hogy minden egyes ember és minden egyes közösség teremtésére számítunk. Régi néven azt is mondhatom, hogy a részvételi közösség, a részvételi demokrácia, a részvételi állam, a részvétel nagyszerűsége a világteremtésben. Ha egyszer egy katartikus korszak kellős közepén vagyunk, akkor nyilván van az a kérdés mindenki előtt, hogy ha bármilyen pozitív fordulatot akarunk, bármilyen aranykor felé próbáljuk az emberiség sorsát kormányozni, akkor ez milyen módon történjen? És ezért két kérdéskörrel kell szembenéznünk. Mi akadályozza ma a részvételt, hogy lássuk, miben lenne jó változni? És van egy másik kérdéskör, hogy a megoldásnak milyen alternatívái vannak, azaz mik a már látható részvételi modellek. A modelleken most egyaránt értünk gondolati modellt és cselekvési modellt. Elképzelést, víziót és valóra válási esélyeket. Ebben a filmben ezt a két kérdéskört szeretném körbejárni. A helyzetről vagy a feltételekről összefoglom 10 pontban, sűrítem majd a mondani valómat, illetve a film befejező részében megpróbálok 7 alternatívát bemutatni. Nem azért, mintha csak ennyi lenne, hanem azért, hogy ezek annyira különbözőek, hogy érdemes ezek alapján eljutni valamilyen szellemi és akár közösségi megállapodásig. Nézzük az első kérdést. Mitől is függ a részvétel? Az első kérdés úgy hangzik, a 10-ből az első, hogy mi is a részvétel célja? A mostani pénzpiac központú, emberellenes, közösség és természet ellenes új kapitalizmus restaurációja, vagy valamilyen természetközpontú, nemhogy emberközpontú, hanem lélek, szépség és szeretetközpontú új civilizáció teremtése. Ez nagyon két célcsoport. Ma az emberiség hangadóinak nagy része még mindig csak restaurációt, vagy valamilyen értelemben a meglévő állapotok és viszonyok javítását tűzi ki célul. Holott az, hogy a világ tarthatatlan a mai állapotában, az az utolsó faluszéli ház, utolsó szegény emberének a lelkében is megvilágosodott állapot. Ez így nem mehet tovább. Tehát az első, amit tisztáznunk kell, hogy mi a részvétel célja. Nem lehet más, mint új föld és új menny, vagy új kultúra és új civilizáció, amely végre most már egyaránt szolgálja az emberi lelket, az emberi tudatot, az emberi életet, és ettől kezdve egészen odáig, hogy mondjuk milyen lehet egy szeretet alapú társadalom, akár nemzeti társadalom, akár globális társadalom. A második kérdés, hogy ki az, aki részt vesz? Ki a résztvevő? A modern tudományos gondolkodás is lassan megállapodik abban, hogy semmi olyan nincs, ami ne lenne élő. Ma már alig ha lehet vita tárgya, hogy a bolygónk, a Gája egy élőlény. Alig ha lehet a vita tárgya az,
hogy a közösség, bármelyik közösség, egy tényleges élőlény. Nem biztos, hogy fizikailag, az élet nem pusztán fizikai formában realitás. És végképpen az a kérdés, hogy ki az ember, aki részt vesz. A hagyományos fogalmakkal az emberről azt szoktuk mondani az elmúlt 2000 évben, hogy az a cél, hogy külső emberből belső ember váljon, azaz az elme és ego függőségtől, és egyúttal a külvilág egóitól való függéstől elszabadulva egy olyan külső-belső állapotig jusson el, ami az élet lényege, ami a szeretet, a bizalom, a hit, a boldogság, a biztonság, a hazaérkezés állapota, ha tetszik, a kegyelem. Ezért tisztáznunk kell, hogy mi hiába akarunk részvételi államot, vagy részvételi gazdaságot, vagy bármit, ha az ember nem indul el ezen a változási folyamaton, ezek mind csak illúzió buborékok. Fontos tehát, hogy kimondjuk a másik feltételt, az embernek a részvevésre alkalmassá válása mindenek előtt belül. A harmadik kérdés, mit is értünk részvételen? Ma a világban számtalan demokrácia modell van. Ma a demokrácia fogalom elvesztette az értelmét. Valamelyest vissza lehet hozni bármilyen elemét, ha megnézzük a különböző részmodelleket. De egy biztos, hogy legalábbis fogalmi szinteken rengeteg alternatíva van. A részvételi demokrácia az egyik kulcsfogalom, de a gondolkodás elmegy a direkt demokráciáig, vagy elmegy a szakrális demokráciáig. A beszéddel nagyon nagy bajban vagyunk, mert ugyan mindenki azonos fogalmakat használ, de senki nem akarja tudomásul venni, vagy a többség legalábbis nem, hogy a fogalmak mögött nem az a valóság van, mint ami a fogalmakban tartalomként eleve szerepel. És a másik nagy krízis, hogy amikor a következő jövőállapotokat hozzuk szóba, ha a régi fogalmakat használjuk, akkor nem tehetünk mást, mint hogy egy csomó jelzőt teszünk elé, hogy világos legyen, hogy nem a fogalmak mögötti rejtett, hamis, torzult valóságra akarunk, mint jövőképre támaszkodni. Ezért fontos ezt a harmadik elemet nagyon világosan kimondjuk. Csak olyan részvételnek van értelme, vagy annak van bármifajta jogosultsága, ha a részvétel az első pontban elmondott valódi új világ teremtését szolgálja. Ha a részvétel csak arról szól, hogyan lehet fönntartani ezt a bizonyos civilizációt, vagy nem akar mást, mint hogy csak ennek az igazolását, fényesítését, vagy éppen az ezzel való visszaélést támogassa, az nem részvétel. Tehát ebben a pontban mondjuk ki, hogy azért nincs ma a világban az embereknek tömegesen részvétele, mert elfáradtak a hamis részvételi formákban, nem tartják érdekesnek, sőt értékesnek sem, elfordultak az összes álrészvételtől, és nem akarnak újabb olyan lépéseket tenni, ami mögött nincs eredmény, csak látszat. Tehát elég volt a látszat részvételekből. A negyedik kérdés a 10 feltétel közül, hogy minden régi és minden mai hiedelemmel szemben az ember nem fogható fel úgy, hogy izolált lény, aki el van, körbe van meccve meccőolókkal, vagy időnként fűrészekkel, vagy időnként baltákkal, mindentől, ami az emberi létnek a része.
Mert az ember csak úgy fogom föl, hogy egy izolált, magába zárt ember, aki persze belül így is sok jót tehet maga érdekében, de elmetszem a saját természetétől, a saját teremtésétől, a saját világától, akkor ez az ember nem képes azért a világért élni, amitől el van vágva. Ezért a részvétel feltétele a családi élet minősége, a családok szerepe a Földön. Ha megnézzük például az ősi törvénykönyveket, bármelyiket, például azt látjuk az óindiai eredeti törvénykönyvekben, már akkor is, például a házasság 8 fajtájából csak egy szorítkozott a szerelemre. A többi különböző más szempontok szerint köttetett meg. Ma ugyanaz a kérdés, hogy az emberek hogy élnek vissza a szerelemmel, a házassággal, az emberi kapcsolatokkal, a családdal. Ha mindenbe olyan célokat tűznek ki, ami lélek ellenes, szerelem ellenes, házasság ellenes, család ellenes, akkor természetesen az ember marad izolált lény. Ma az emberek menekülnének a látszat kapcsolatokból, miközben mindenki látszat kapcsolatokat próbál teremteni. Ez a paradoxa nem oldható fel csak úgy, ha eljutunk újra megint a valódi szerelemig, a valódi családig, a valódi baráti közösségig, a valódi települési közösségig, újra eljutunk a nemzetig. Senki nem érti, hogy ma nem olyan nemzet van, mint 50 vagy 150 évvel ezelőtt, ma a Földön minden kontinensen új típusú nemzetesedések indultak el. Senki nem akarja érteni, hogy a családok katartikus válsága, ami ugyan az egós ember és az egós világ kivetülése, itt is egy rengeteg új törekvés indul el. A világomban például számtalan ökofalu van, vagy spirituális falu, vagy legkülönbözőbb neveken jönnek létre közösségek, még mindegyike saját választ keres ezekre a problémákra. Tehát ebből az következik, hogy szükség van, hogy újra családok, újra nemzeti közösségek, újra erős, életképes kultúrák, újra valódi értékrendek legyenek. Tehát ezért mondom akár ötödikként is ezt, hogy értékek. Ma a világban csupa olyan folyamat megy, amelyik részben tudatosan értékellenes, részben észrevétlenül az értékek leértékelését szolgálja, és azok a kisebbségek, nagyon sok és nagyon sok vagy nagyon sokféle, amelyek az értékekhez megy vissza, vagy éppen új értékeket teremt, azok szorulnak háttérbe. Tehát nincs részvétel, nincs részvevő ember, nincs részvevő élet anélkül, hogy ez ne történjen meg, hogy a közösségek újra teremtődnek, és az értékek szintén újra gyökeret vernek. Az ötödik ilyen fontos feltétel régi szóval a szellem kérdése. Ennek csak egy szűk része az, hogy tudás. Más szóval a gondolkodás kérdése. Ma, amikor egy olyan mega kommunikációs térben létezik az emberiség, amelyben bizonyos meghatározó tudást hordozó technikai eszközök és különböző csatornák csupa olyan fajta kommunikációt folytatnak, amelyek alapvetően nem szolgálják azt, hogy a szellem megerősödjön. Miközben a tudományban, a Földön az elmúlt 10-20-30 évben elképesztő változások mentek végbe. Óriási, ha tetszik, újabb-újabb forradalmak jönnek, és megint az üres, hamis információtól megnyílik az út a bölcsességig, a valódi tudásig. Amikor újra kiderül a klasszikus
normál vagy posztnormál tudományban is, hogy az anyag az ugyanúgy transzcendens létező, és fordítva nagyon sok transzcendens folyamat, anyagi folyamat, egészen mások az összefüggések, és hogy egyébként pedig mindent a szellem irányít, a szellem persze részben a lélekre utal, részben az Istenre utal, most mindegy, hogy milyen fogalomruhába öltözhetjük ezt a kérdést, lényeg az, hogy vissza a szellemhez, és nem maradhat fönt az tovább, hogy az ember az uralkodó ideológiáknak egyszerű követője. Ennek a pontnak a végén én szeretném világosan kimondani. A földbolygó számára nincs olyan alternatíva, amiben nincs Isten. Ha az Isten megpróbáljuk elfelejteni, vagy elfedni, vagy megtagadni, akkor nincs új kor, és semmifajta változás nincs. A következő kérdéskör a politikai rendszer, demokrácia, állam kérdése. Előbb már tettem arra utalást, hogy a most létező politikai struktúrák, rendszerek működésében egy nagyon érdekes kettősség figyelődik meg, amikor ugyan különböző ideológiákat hirdettek különböző politikai alakulatok, igazából ezek egy nyilvános színjáték részei, és nagyon kevés olyan politikus van, és kevés olyan politikai csoport, amelyik valóban komolyan gondolja azt, amit ő mond. Egy biztos. Az, amit demokráciának hívunk ma, ami alig felel meg a demokrácia eredeti modelljének, és ami igazából már csak egy függöny a színház előtt, tehát minden a függöny mögött történik, és a függöny mögött csak valóban különböző, mondjuk az bohócok játsszák a szerepüket. Tehát vissza kell fordulni addig, ami a valódi együttműködés. És hogy mi a valódi együttműködés emberek, csoportok, nemzetek, kontinensek között, azokhoz most nagyon sok új fogalmat kell előhoznunk a múltból, és új fogalmakat kell teremtenünk, mert nem valószínű, hogy a demokrácia fogalma hiteles lesz bármilyen új törekvés leírásának. Tehát azok a fogalmakat, amelyeket ma a politikai szereplők tulajdonképpen szókésekként egymáshoz dobálnak, és egymást irritálják vele, ezekkel a fogalmakkal nehéz lesz leírni a következő 50 év politikai rendszerét. Egy biztos, hogy a feltétel az, minél több ember, minél magasabb szinten valódi közös döntések, valódi közös teremtések történjenek, tehát olyan rendszernek kell születni, ami errefelé viszi az emberiséget. Mondok egy nagyon érdekes kérdést. Ez lesz a 8. Ha a részvételről beszélünk, a részvétel feltételezi, hogy a részvevő önmagának megadja a méltóságot, és mindenki másnak szintén megadja a méltóságot. Még akkor is, ha számára elfogadhatatlan elveket hirdet, vagy akár elfogadható játszmákban van benne. Ha ezt mondjuk, akkor ugye ez elvezet minket oda, hogy akkor van igazán méltóság, akkor vagyunk méltóságban, elfogadásban, tiszteletadásban, bizalomban, ha ezek az emberi viszonyok alapvetően szeretetben fogannak. Tehát bármiről beszélünk részvétel kapcsán, a részvételnek mindenképpen nagyon fontos kérdése, hogy ez a kapcsolódás lélek és lélek között,
lélekközösségek és szeretett közösségek között, ez valóban a méltóságon és a szereteten alapuljon. Befejezésül két feltételt szeretnék még megemlíteni. Amikor valaki egy korban él, szükségképpen örül annak a kollektív állapotnak vagy felismerésnek, hogy valahonnan megy az egész és valahova tart. Tehát van egy folyamatosság, van egy folyómeder, abban vagyunk mindnyájan benne. Tudjuk, hogy ez jó felé megy, tudjuk, hogy jó nekünk ez, ami történik. Tehát van egy normális, természetes, befogadható folytonosság tudat. Nem lefelé, hanem fölfelé megyünk. Nem hátrafelé, hanem előre. És ugye ma nem csak az, hogy előre, hanem alapvetően az a kérdés, hogy fölfelé. Most viszont az emberiség ott tart, hogy nem egyszerűen a folytonosság tudatot kell elővenni, hanem alapvetően az a kérdés, hogy a folytonosságnak minél több elemét megtartva, vagy akár korábbi elemeket újra előhozva, hogyan teremtődik egy új indulás és egy új medernek a megteremtése. És ebben az értelemben azt most már talán közhírré lehet tenni, hogy egy közösség vagy egy társadalom alapvetően tudatállapot és tudatminőség kérdése. Ergo, ha egy közösség, vagy egy állam, vagy egy nemzet, vagy egy kontinens, vagy akár maga az egész földbolygó nem emelkedik egy magasabb tudatállapotba, akkor semmilyen részvétel és semmilyen teremtés nincsen. És végül a jövőkép kérdése. Ugye azzal kezdtem az első pontban, hogy nem mindegy, hogy mi a célja a részvételnek. Igen, ma 2015 végén a jövőkép egyik kulcseleme a részvétel. De a kérdés persze az, hogy milyen típusú részvétel. Van-e olyan részvételmodell, ami az alapvető célokat szolgálja, amihez az ember fel tud nőni, ami az embernek lehetővé teszi, hogy valóban egy új világ teremtése induljon el. Már ugye az önmagában a jövőkép egyik kulcseleme, hogy nem valóra válásról beszélünk. Nem valamilyen hagyományos, központilag, bármilyen szintről központilag szervezett világ átalakításról beszélünk, nem valamilyen hagyományos struktúra foltozási kísérlet kerül szóba, hanem teremtésről beszélünk. Az ember nem csak teremtett lény, hanem teremtő lény, ennél fogva az ember most már végre szabadon élhetne azzal a képességével és tudásával vagy bölcsességével, hogy teremteni képes. Ezért a jövőkép alapvetően a részvétel teremtését szolgálja. És akkor itt áttérnék ennek a gondolatsornak a befejező részére, ami az utolsó pontnak egy kibontása. Természetesen a felsorolt 10 feltétel mellett még további 10-et, 20-at, 30-at szóba hozhatnánk, és bármelyiket kibonthatnánk, bármikor külön lehetne önállóan filmet készíteni, és mindegyiket megvitatni bármilyen közösségben vagy csoportban. De most a fókusz megint csak egy dologra szeretném tenni, arra, hogy milyen részvételi modellek vannak, tehát a teremtésnek milyenek a modelljei, és egyáltalán meg tudunk-e már különböztetni különböző alternatívákat. Vagyunk-e azon a tudás szinten, vagy azon a tudatossági szinten, hogy különbségeket tudunk tenni
a várható személyes és közösségi cselekvés mintái vagy formái között. Ha a maradna a jelen a jövőnek, és ez a bizonyos teremtés modell alapvetően az egyéni érdeket szolgálná, és ebben mind a két szó most nem pozitív tartalomban van, tehát pusztán egyéni és csak egyéni, kizárólag egyéni, és tisztán csak érdek, és ebben semmilyen lelki tartalom, semmilyen szellemi, semmilyen minőségi dolog van, csak a puszta érdek, ami ma a világot uralja. Ugye ma a világot a puszta, durva, egyéni érdek uralja. Ha ez a modell marad, ennek alapján semmilyen teremtés nem mehet végbe. De nem kevésbé kockázatos a második. Az úgynevezett közösségi érdek, de itt a közösség szó félreérthető, vissza kéne mennünk a közösség nélküli közösségekre, a csoport kérdésére, tehát ma a világot a csoport érdek uralja. És most mindegy, hogy a csoport érdek alatt valamilyen globális hatalmi csoportokról beszélünk, vagy egy-egy államon belül különböző nyilvános vagy éppen rejtett csoportok érdekeiről beszélünk, vagy akár csak 3-4 barát egymás között megbeszélt durva egyéni érdekeiről, mint csoport érdekről beszélünk, mindegy, hogy a csoport érdeknek szűk köre vagy magasabb köre van, és hogy mekkora a hatható köre, ha tisztán csoport érdekek alapján menne a világ tovább, akkor csoport demokrácia van. És azt is mondhatom erre a két modellre, az előbbi az egyéni érdekre, hogy mondjunk egy új fogalmat, az egódemokrácia, és erre pedig mondjuk azt a csoport érdekek által működtetett világra, hogy a csoport ego demokráciája. Van a második, aminek még neve sincs, pedig ebből van a leggazdagabb tapasztalatunk, amikor minden látszott. Egyfelől minden a valóság átfestése, másfelől minden illúzió. Egyfelől minden látszatra lehet, hogy szép, de mögött, ami van, az pedig egyáltalán nem szép. Amikor az egész egy játék, mi több, egy játszma. Ma nagyon jól meg lehetne különböztetni jó hiszeműek, meg a rossz hiszeműek játszmáit, és ezek különböző csatározásait. Tehát, ha a világot arra a részvételi modellre építjük, hogy továbbra is ezek a játszmák szerint menjen a világ tovább, akkor biztos, hogy ebből nem születik semmi, marad a jelenlegi látszatdemokrácia. Ez volt az a három modell, ami a negatív alternatívákat próbálta néhány mondatban összefoglalni. Jönnek a pozitívabb alternatívák. Korábbi fényben többször végigmondtuk, hogy az embernek mik a belső és külső alternatívái. És ezekről sokféle fogalom alatt lehet beszélni. Lélekként, szellemként, önvalóként, isteni énként, szépségként, szeretetként, Jézusként, Istenként, és így tovább. Nagyon sok néven tudunk beszélni arról, ami most én egy szót fogok rá mondani, egy ilyen semleges szó, a lélek. Mi van akkor, ha a változások, a részvételek most már a személyes lélek szándékai szerint történnek? Mert úgy tűnik, hogy könnyebb lesz a világot most kicsit arra fordítani, abba az irányba segíteni a változását, hogy az érdekből egyre inkább az emberek jöjjenek vissza, vagy menjenek előre a lelki állapotuk minőségének megfelelő részvételhez és teremtéshez. És ebben az esetben pedig azt tudjuk mondani, hogy az új modell, az egyik új alternatíva az, hogy lélekdemokrácia. De ezt a lélekdemokráciát egyébként, ha becsületes, tiszta nevén akarnánk emlegetni, akkor ez a szeretett demokrácia. Ha a jövő társadalma abból áll, hogy az ember alapvetően szeretett ember, hogy a család nem fogyasztói család, hanem szeretett család,
hogy a nemzet nem hatalmi konstrukció, és nem érdekcsoport pusztán, hanem mondjuk tudásnemzet vagy szeretett nemzet. A Föld nem egyszerűen egy kifosztó rablógazdálkodás sokfajta értelemben, hanem a Gaia való teljes együttműködés és a világ újrateremtése, bármelyikről beszélünk, bármilyen szempontból, ennek a központi fogalma a szeretet. De beszélhetünk ötödikként arról is egyébként, hogy mi van, ha nem pusztán az egyéni lélek alapján megy a változás, a részvétel, hanem az egyéni részvétel nem szembe, vele párhuzamos, és később kettő összeolvadva elkezdünk beszélni a közösségi lélek teremtéséről, a közösségi lélek érdekében történő részvételekről. Ha most megnézzünk bármelyik falusi vagy városi spontán vagy tudatos fejlesztési programokat, kísérleteket, változtatásokat, akkor mind azt látjuk, hogy ugye az alapvető eszme az, hogy fogjuk fel önmagunkat, mint települést, valami fajta értelemben egy csoportos lélekként. És próbáljuk a csoportos lélek szükségletei, álmai, vágyai, törekvései szerint a világot átalakítani. És akkor ebben az esetben ugye beszélünk egy szeretett közösség demokráciájáról. És akkor befejezésül még a lehetséges modellek közül kettőt szeretnék kiemelni. Lassan Magyarországon is az a felismerés kezd szélesebb körben elterjedni, hogy tulajdonképpen bizonyos összefüggésekben minden tudat és minden tudat minőség kérdése, maga az anyag is tudat egyébként. Tehát maga az energia is például valamifajta értelemben a tudat különböző megnyilvánulási formája. Tehát a kulcs a változásokban alapvetően az, hogy a tudatok is megváltozzanak. És mi van, ha azt mondjuk, hogy a részvételnek az alapvető célja a személyes, a csoportos, a közösségi, a nemzeti, stb. És végül az egész földbolygó kollektív tudatának az egyensúlyba hozása, vagy egyensúly felé való finom inspirálása, vagy akár fölvállalhatjuk azt, hogy igen, ez az emberiség most, ebben a században egy magasabb kollektív tudat minőségbe szeretne eljutni. És nyilvánvaló, hogy akkor azt is kimondhatjuk, hogy ha most teremtésben gondolkodunk, akkor a szereteten és a tudat javításán való személyes és közösségi teremtés maga a teremtés. Ezért semmiben sem különbözik attól, hogy mi az élet. Ez ugyanaz, mint az élet folyamatos újrateremtése, amelynek két, ha tetszik, megint két lába van, a szeretet meg a tudat. És ebben az értelemben akkor tehát itt nem egyszerűen tudatdemokrácia vagy tudatrészvételről beszélünk, hanem akár a teremtő vagy teremtés részvételről tudunk beszélni. És akkor van egy utolsó modell, amit ma embere még nagyon bizonytalanul ért, mert az elmúlt 100-150 évben nagyon sok olyan hiedelmet hoztak létre, ami ezeknek az irányoknak a belső tartalmát megpróbálta gyengíteni, vagy akár tudatosan visszaszorítani. Egyrészt ma újra előkerült és napirendre került a szakrális közösségek kérdése, a transzcendens közösségek kérdése, a hitközösségek létrehozása. Most akár egy baráti körről beszélünk, akár egy államról. A világ előtt újra meg fog jelenni egy szakrális demokrácia modell is, amiről azt lehet elmondani, hogy ez nem a korábbi szakrális királyságok vagy birodalmak modelljének a lemásolása, egy sokkal magasabb minőségről gondolkodik bárki, aki ezt hozza szóba, és keresi ezt a megoldást, ami nyilván azt jelenti, hogy Isten és ember, Isten és földbolygó, vagy Jézus és lélek, vagy Jézus és ember, teljes együttműködése, most már a világ közös átalakítása legyen napirenden, és ebben az ember szolgálja ezt az égi akaratot.
De ugyanez a kérdés fölvehető az aranykori alternatívaként is. Ha a régiek a világévnek ezt a most végigélt utolsó szakaszát vaskorszaknak hívják, tehát a legbrutálisabb érdekkorszak, a legjobban kiteljesedett önzéskorszak, hogy nem mondjak más negatív fogalmakat ezzel kapcsolatban, akkor nyilván ennek a másik oldala, vagy a ellentétes oldala az lenne, hogy mondjuk aranykor. Az aranykornak is számtalan megközelítési lehetősége van, és nyilván azzal kezdődik az aranykor is, hogy az ember önmagában például eljut a csendig, hogy az ember sokkal többet mosolyog, hogy az ember újra megtanul simogatni, hogy egy állam képes szeretni, hogy egy intézmény nem csak végrehajtja a parlamenti döntéseket és az állami akaratokat, hanem lelke is van, embersége is van, nagyon sokfajta nyitás van ebben a történetben benne, de egy biztos, hogy ez a század nem érhet másképpen véget, mint hogy az emberiség megteremtett új alternatívaként létrehozza, felmutatja, megemeli, példának hozza, és ebben az értelemben eljut először ez a bolygó abba az állapotba, amiért ezt a bolygót létrehozták, amiért az ember ezen a bolygón él, amiért újra és újra ide születik, tehát eljutunk addig a egyrészt kiinduló pontig, részben pedig addig a pontig, amire az egész történet szól, most nevezzük szimbolikusan aranykornak. Azt gondolom, bármennyire is mindez sok szempontból lehetetlennek, kivihetetlennek tűnik, bármennyire is számtalan feltétel hiányzik róla, bármennyire is sok akadály jelenhet meg ma és holnap, azért vagyunk itt mindnyájan a Földön, hogy az emberiséget és magunkat belül aranykorivá tegyük.